Hargita megyei tanács családprogramjának részeként színes gyermeknapi programból válogathattak a kicsik Csíkszereda központi terein. A népi hagyományokat, kézműves foglalkozást, bábjátékokat és koncertet felsorakoztató egésznapos programban fiúk és lányok egyaránt találtak számukra kedves, tartalmas kikapcsolódást. A Vámszer Géza Művészeti Népiskola tanárai a népi mesterségek alapjaiba vezették be a fiatalokat. Itt lehet mintákat válogatni, és ha van a fejetekben egy bizonyos minta, figyelj rám egy kicsit. Ha van a fejetekben egy bizonyos minta, azt nyugodtan meg lehet rajzolni, jó? Lehet népi motivumokat rajzolni, és ha az nem megy, akkor bármit, amit ti szeretnétek. Egyszer megrajzoljuk, utána majd kifessük, jó? Vannak a virágoknak jelentései, a tulipán az a nőiesség, a nőknek a jelképe, a bimbu az a kislányoké, tehát akik még egész picik, onnan felnövőkorig. A csokorba kötött virág az, az jelképezi a festőnek a lelki világát, az azonnali érzéseit viszi belé, legalábbis nálam az így működik, és az adott felületet azt feldíszítsük. A gyerekek itt fajátékokat készítenek, hisz a fa a természetes anyag, amit csak használunk. Az első játékelemek, igaz, őseik is ebből készítették a játékokat, úgyhogy most mi abból fogunk dolgozni. A délelőtti programot a Fakalinka bábcsoport és Halvirág bábszínház előadásai követték. A Fakalinka bábcsoport a Kájoni János megyei könyvtár könyvtárosainak önkéntes tevékenységének köszönhetően működik, már több mint 10 év és sok mese feldolgozása áll a csapat háta mögött. Zuzonak hívják, és a Plüm Plüm és a Sárkány című darabból származik. Általában a darabokban, mert nem csak ez az egy darabunk van, én vagyok a negatív szereplő, úgymond, hol a sárkány, hol a róka, hol pedig a farkas. Hát a bábukat azt mi készítjük, mármint úgy, hogy ugye vannak, ez igazából süsű volt, és hát valamennyire át van alakítva, de nem olyan nagyon, és van egy nagyon ügyes kolléganőm, Zsók Évike, aki rendben tartja, és csinált is bábút, meg átalakítja őket. A királylány, ugye, őt el fogja rabolni a sárkány, sajnos, ez a gonosz, de jön a főszereplő, a Plüm Plüm, akit még nem mutattunk meg, és ő fogja majd megmenteni, úgyhogy nem kell félni. A gyermeknapot a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Pöttönpalkó előadása és a Makám zenekar Bogárbál koncertje zárta a Szabadság téren felállított szabadtéri nagy színpadon. 2019-ben Hargita megye tanácsa a gyermekek évét hirdette meg, ezért idén több alintézmény is partnerként kapcsolódott a gyermeknap megszervezéséhez.